Most kettő? Nem, most egy. Most is egy. Hi. Hello. Sziasztok. Jó reggelt mindenkinek. Mindenki videózik. Hello. Szép napot kívánok mindenkinek. A mai videóban egy 370Z-t fogunk bemutatni, és utána ki fogjuk próbálni. Ez egy full spontán videó. Ezt így tegnap beszéltük meg, hogy akkor ma történjen meg. És itt van az E36 is, mert Marci, a Z tulajdonosa, meg a 36-ot fogja majd bemutatni a saját csatornáján, amit a videó végén megtaláltok, mert be lesz taggelve. És hát így ennyi szerettem volna a videó elejére, kezdhetjük is a lényeget. Na, mesélj erről az autóról! Hát, amit tudni kell, mindent. Hát a lényeg az, hogy ez ugye egy 37 V6-os 370Z, ezért 370, a 350Z az a 35 V6, és ő az én kis szerelmem, és teljesen át lesz alakítva még AMTS-ig, ugye az március végén lesz valahogy, március pontosan. 20 körül. És teljesen át fogom alakítani, át lesz fóliázva más színűre, valamilyen nagyon rikító színt szeretnék, vagy ilyen az a menta zöld, neon zöld, narancssárga, ezekbe gondolkozom. De kapott kettő ilyen Maxton Design toldatot. Ezek Németországból jöttek, lesz rajta egy brutálisan nagy szárny. Egy ilyen 165 centis, azt hiszem. Ugye ez le lesz szedve, ez a kicsi. És ide lesznek befúrva elemek így fölfele, és itt lesz egy ilyen jó nagy vasaló deszka, és azon fog ebédelni, reggelizni, ilyenek. Biztos ilyen képeket családi fogok úgy csinálni, családi vacsit csinálunk rajta. Straight pipe a kipufogó rendszer, hogy egy Nvidia van alatta, de a katalizátortól Nvidia, de a katalizátorok nincsenek benne. A hátsó dob meg nem üzemel, ugyanis mellette egy csöven átmegy a hang, és hát lángokat is lő meg minden. Új hátsó lökhárítót fog kapni, ugye van ebből a Nismo verzió, ami abban különbözik, hogy talán 10 lóval több, és van benne sper. És egy új Nismo lökhárítót fog kapni. A logók le lesznek előről is szedve, meg hátulról is, és teljesen le lesz fóliázva az egész simára. Nagyjából ennyi, le lesz fóliázva a lámpa is, minden. Ezt be akarom kötni, mert ugye ez nem üzemel a Z-ben, ez a kis hátsó lámpa. Ezt be akarom kötni, és akkor megcsinálni olyanra, hogy villogjon, mint az ilyen Forma 1-ben, meg versenyeken. Ez nagyon jól néz neki. Egy picit le akarom majd ültetni, de azt majd később. És új felnőtt is szeretnék rá majd valamiért. Legolcsóbb, legszebb, ugyan... És Japán. Japán, igen, igen. Pont passzol hozzá. Aztán igazából ennyi automata, mindenki bánatára, de én nagyon szeretem. Nagyon-nagyon szeretem, sokkal jobb, még dugóban is, meg én nyár óta használom napi szinten, Pesten, és akkor tényleg ott nem kell kuplungolni, stb., meg racsingolásnál jobban lehet váltani, amikor kimegyünk a Vácira, vagy valami. Le lesz itt simítva minden, és akkor ilyen mágnesek lesznek beépítve, és arra megy majd rá a rendszám, de nem fogom feltenni, ez a terv. Aztán, hogyha megbüntetnek, akkor majd meggondolom, hogy feltenjen vagy ne. Meg a lámpák lesznek majd feketére lefújva. Szóval ilyen teljesen át fog alakulni az autó. American style lesz. Teljesen American style lesz, igen. Mert ugye otthon nincsenek ilyen autók. Egy-kettő van, amin van egy nagyobb szárny, meg le van fóliázva, és de kész. Teljesen átalakítva nincs. Meg 370-ből nem is annyira látni ilyen, olyat, amilyen ekkora lángokat lő, inkább a GTR-eket alakítják át. Pontosan. De ezen már van négyfajta program, és az egyik ez a diszkós program. Nem tudom, mennyire lehet itt hangoskodni, mert akkor megmutatom, hogyha tök mindegy. Mint az állat. Az állat. Mint az állat. Na, lássuk azt a programot. Oh,
szangos. Nem lángot, mert még nem annyira meleg a kipufogó. Tehát ilyen 100 foknál már, amikor a cső is meleg, meg a motor is, akkor ilyen, hát, ekkora lángokat. Láttam róla a videót. Igen, igen. Szóval Tomi mutatta nekem a videót. Ja, igen, meg csináltunk ilyen képet, hogy grillezünk az autó mögött. Azt. Csak így a kommentek miatt megjegyezni, meleg a motor, mentünk eleget, csak igen, nem igazán annyira meleg. Igen. Ez egy jó ötlet volt. A kipufogó nem forró, inkább azt mondom. Igen. De egy lángot lőtt, nem? Egyet lőtt. Szerintem igen, majd visszanézzük a videót. A fülem az gatya. Ja, az most gatya. Egy kíváncsi lennék egyébként hány decibel, tehát ezt úgy lemérném, mert azt tudom, hogy a Kalmár Balázsnak a Subaru-ja volt talán 73. Kicsit menjünk alá. Szerintem ilyen 100. 10 körül lehet. De egyébként, hogyha meg normálisan megyek vele, akkor még semmi hangja nincs. Tehát autópályán tempomatot berakom, semmi hangja. Lehet zenét hallgatni. Ez egy jó autó. Ez egy nagyon jó autó. Jaj. Nincs, hogy... Úristen. Igen, igen. Várj, és akkor itt meg alatta, így, tessék. Így. Jó, szóval csekkoljátok az Insta oldalt, hogyha szeretnétek még ilyen hasonló tartalmakat, akkor feltétlenül kövessétek be a srácokat is. Megosztottam az Insta story-mba is, amit be fogok rakni a Drift Highlight-ba, a Drift 2 Highlight-ba, mert már az egy beted. Úgyhogy... Van ilyen, ami betelik a highlight. Igen, 100 highlight-nál betelik. Úgyhogy szerintem... Üljünk be. Jó. Ajaj. Igen. Nincs, ez csak ilyen lendületben fog menni, de én nagyon üdülök. Igen, igen, mondta. Nem tudom, de ezért szerintem át fogunk menni. Hát, reméljük, nem tudom, erre nagyon kíváncsi leszek. Júj! A manuálba tedd be. Júj! De ez nagyon sportos! Megfogod a kamerát. Persze. Vagy odala úgy, és akkor így látszódik mind a kettőnk, meg a szett is. Vagy néha fordigas. Úristen, még sose vezettem 370-zét. Hát hátra ez az egyet hátra, igen. Nagyon nyers amúgy. Nagyon durva. Majd csináld úgy, hogy berakod manuálba, igen, és kettesbe kezdesz el forogni. Vagy egyesbe is megpróbáltad, ugye nagyon letapad. Mindjárt megnézzük. Kettesbe amúgy lehet egy belcsebb. Erre, és akkor... És balra. És így van manuálba, és ott tudsz váltani a kormányon. Most kettő? Nem, most egy. Most is egy? Hú, hát várjál. Egy kicsit izé... Nagyon félek amúgy. Én is. Ez mi volt? Kipörgésgátló? Ja, azt ott kell balra kinyomni a kormány alatt. Ez a ESP. Aha, azaz. Jó, igen. Ja, igen, nem, a kézivel nem jó. Kézi az elvileg ezekbe a manuálokba befullasztja egy kicsit. Igen, amúgy lehetett is érezni. Itt kell, hátra. Ja, bocsánat. Úgyhogy próbálj meg a gázzal játszani. Igen, ez a bajom az automatával. Megyek a másik irányba most. Úgy kopjon a gumi. Jó. Nagyon komoly! Amúgy ugye, hogy jó? Nagyon! Nagyon! Fú. Jaj! Úristen! Nagyon brutál, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Júj! Ez a kocsi, ez brutális! Srácok, hogyha tehetitek is, és meg tudjátok tenni, akkor próbáljátok ki egy ilyet élményvezetésbe. Hogy te csinálsz élményvezetést? Aha, csinálok, ja. Tényleg? Hát majd tavasztal, mert most ugye nem bírok ilyen időben annyira. Jó. Ez egy ötlet. Na, ugye? Na, érdemes rácsekkolni itt az Insta oldalakra. Fú, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, meg a videózást. Bármikor benned bízok. Fú, legalább a másik irányba is forogtál, én nem tudok csak így egy irányba. Ha lesz helyet elfejen, akkor megtanítod. Jó. Azzal. Nem, akkor fél a gumi. Ah, jó van. Meg mégis viszel egy követ azzal. Igen, most. Jó. Amúgy izé arrébb is állok. Jó. Na, srácok. Hogyha tetszett a videó, akkor feltétlenül dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Hogyha nem tetszett, akkor is.
és kövessétek be a srácokat az Instagramon, meg úgy mindenhol, ennyi lett volna már ez a videó. És hát igazából forgatjuk már a másodikat, mert most egy nap csinálok hármat, és most pedig a buggy lesz a téma, úgyhogy kezdjük is. Cső!